keresmet. Nem kell mondjam, hogy rosszul állunk. Tudjátok, hogy rosszul állunk. Depresszióval, sok a munkanélküli. A többi attól fél, hogy az lesz. A dollár jó, ha 5 centet ér, bankok csődbe mennek, a boltosok puskát tartanak a pult alatt. Hippik garázdálkodnak az utcákon, már senki se tudja, mit kéne csinálni, és ez így megy. Tudjuk, hogy a levegő belégzésre, az élelmiszer fogyasztásra alkalmatlan. Ülünk a tévé előtt, és hallgatjuk a bemondót, aki közli, hogy ma 15 gyilkosság és 56 erőszakos bűncselekmény történt. Mintha ez így volna természetes. Tudjuk, hogy minden rossz, a rossznál is rosszabb. Kész őrület, mintha mindenhol mindenki megveszett volna. Ezért inkább ki sem mozdulunk. Ülünk a lakásban, egyre kisebb lesz körülöttünk a világ, de mi csak annyit mondunk, nem érdekel, csak legyen meg itthon a nyugalmam. Meg a villanykenyérpirítom, a tévém, az acélbetétes radiálom a kocsimra, és egy szót se szólok, csak hagyjanak békén. Hát én nem hagylak titeket békén. Azt akarom, hogy dühösek legyetek. Nem azt, hogy tiltakozzatok, vagy lázadjatok, vagy írjatok a kongresszusnak, mert nem tudnám megmondani, mit írjatok. Azt se tudom, mit lehetne tenni a depresszió, az infláció, az oroszok és a bűnözés ellen. Csak azt tudom, hogy először is jöjjetek dübe, és mondjátok, ember vagyok az Isten itt neki! Nekem fontos az életem!